Báló Attila Montánával készül a vajdasági vágtára. A szabadkai lovas 2 éve vásárolta meg a 6 éves angol félvérkancát. Ez lesz az első komolyabb megmérettetésük. Báló Attila azt mondja, minden nap edz, fontosnak tartja a ló és lovasa közötti szoros kapcsolatot. Elég időigényes, mivel előtte be kell melegíteni a lovat, utána edzés, utána pedig fürdés a lóval. Azért van mit napi szinten foglalkozni. Hát első alkalommal indulok, és hát őszintén nem igazán tudom, hogy milyen erős a lovam a többi lóhoz képest, de hát remélem, hogy sikerülni fog, és egy élmény marad. A rendezvény megnyitója május 19-én délben kezdődik a Zobnaticai lóversenypályán. Ezt követően tartják meg a vajdasági, a zobnaticai és a kishuszár vágtát. A vajdasági vágtára több mint 20-an neveztek be. Bumford Tivadar, a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapítvány igazgatója szerint a verseny már a kezdetek óta nagy népszerűségnek örvend. A vágtának köszönhetően egyre több fiatal kezd lovaglással, lótenyésztéssel foglalkozni. A vajdaság lóállományának a feljavítása, versenyek szervezése, a fiatalok bevonása a lovasportokba, a lovas rendezvényekbe, a lótartásba. Ezt a célt úgy látom, hogy elértük. A Nemzeti Vágta döntőjét szeptember 16-án tartják meg Budapesten a Hősök terén. A vajdasági vágta első 3 helyezettje mellett a házigazda zobnaticai lovasok egyike képviseli vajdaságot a Nemzeti Vágtán. A zobnaticai futam győztese Szerbia színeiben indul majd a Nemzeti Vágta részeként megtartott nemzetközi vágtán. A kis huszár futam leggyorsabb lovasa a 10 és 16 év közöttiek mezőnyében versenyez a nemzeti vágtán.